Máló szabadrúgása tehát a 92. percben. Óriási gól! Novakovics elnézte, és nem az első nagy hibája ebben a szezonban, nem csak a bajnoki meccseket figyelembe véve a kapusnak, viszont Báló érdemeiből ez nem volt le semmit. Kegyetlenül bevarta Báló. Úgy fest, hogy megnyeri a meccset a Paks, amely másodszor került hátrányba ebben a bajnoki szezonban. A Puskás Akadémia ellen a hajrában egyenlített Könyves révén. Itt most még a győzelem is meg lehet. Ragyogó lövés, de Novakovics is kellett hozzá, hogy ebből gól legyen.